Györfi Péternek hívják az újbudai, óvodai, homoszexuális pedofil botrány bíróság által letartóztatott elkövetőjét, ami azért is lényeges, mert ő a fia Györfiné Molnár Ilonának, akit Újbuda óvodáiért felelős humánszolgálati igazgatónak neveztek ki, ezért nem mertek fellépni a pedofil ellen egyes vélemények szerint. Az óvodákért felelős Momentumos alpolgármester is nyíltan homoszexuális. Ő tűzte ki a szivárványos zászlót a másik homokos alpolgármesterrel közösen, legutóbb is az önkormányzat épületére, ezért mindhármuk lemondását szorgalmazza a Mi Hazánk mozgalom. Az óvodákért felelős humánszolgálati igazgató bár nyugdíjba ment, de visszafoglalkoztatja őt megbízási szerződéssel az önkormányzat, ezért az is elfogadhatatlan emellett, hogy a megduplázott, rekordszámú alpolgármester fele nyíltan homoszexuális, és nyíltan vállalják devianciájukat. Az önkormányzatok alkalmazottjainak is igazodási ponttá téve az LMBTQP mozgalmat, ami ide vezetett. Jellemző, hogy a Momentum korábbi újbudai, jelenleg országgyűlési frakcióvezetője, a svéd állampolgárságát lebukásáig titkoló Bedő Dávid a parlament LMBTQ tagozatának vezetője lett. Kövér László jóvoltából a sokszínű@parlament.hu címről küldözgetheti a deviáns propagandát, miközben a házelnök letiltotta a Normalitás Párti kuruc.info hírportált a parlamentben. A Momentum másik országgyűlési képviselőjének, Orosz Annának a felelősségét is vizsgálni kell, hiszen 2022 előtt Újbuda óvodáiért felelős alpolgármester volt, őt váltotta a jelenlegi homoszexuális alpolgármester. Pedofil ügyekben eleve hiteltelen az a baloldal, amely az LMBTQP mozgalommal kieresztette a szellemet a palackból. Októberben több mint 1 millió forintos pénzbüntetést szabtak ki rám az újbudai szivárványos zászló eltávolítása miatt. Idén viszont elvárjuk az újbudai szivárvány koalíciótól, hogy ne tűzzék ki az LMBTQP zászlót, és felszólítjuk a Fideszt is, hogy fogadják el végre az egyszer már leszavazott törvényjavaslatunkat is, a szivárványos zászló középületekre helyezésének tilalmáról. Elvárjuk a kormánytól is, hogy idén végre tiltsa be az LMBTQP felvonulást, és nem mindig csak az ellentüntetéseinket. Továbbá kezdeményezem az országgyűlésben a pedofil bűncselekményeket elkövetők kasztrálását is, kémiai kasztrálását, amire számos nemzetközi példa van. Újbuda önkormányzata saját bevallása közleménye szerint február 23-án értesült erről a pedofil botrányról, mégis több mint egy hétig hallgattak az ügyben, megpróbálták eltusolni azt, csak a hírek megjelenése után adtak ki közleményt, de abban sem említették egyetlen szóval sem a pedofiliát, sem a homoszexuális visszaélést, még a szexuális kényszerítést sem, ami alapján a rendőrség őrizetbe vette az elkövetőt, majd az ügyészség indítványára a bíróság letartóztatta, mivel a gyanú szerint a férfi az óvoda területén lévő mosdóban fajtalankodott egy kisgyermekkel. A homoszexualitás és a pedofília közötti empirikus kapcsolatot számos kutatás kimutatta már, a gyakorisági, valószínűségi számok abszolút magukért beszélnek. Három gyermekem is ide járt ebbe az amúgy remek óvodának egy közeli tagintézményébe, Gazdagrétre. Különösen fel vagyok háborodva az eset miatt. Ráadásul a pedofilt, Györfi Pétert, az a Molnár László fideszes alpolgármester engedte be ide dolgozónak 6 éve, aki engem viszont kitiltott innen, ebből az óvodából, amikor önkéntes munkát vállaltam különböző intézményekben, és az igazgató itt is örömmel fogadott volna. Helyette tapasztalatszerzés, empátia növelés céljából végül egy fővárosi fenntartású önkormányzati idősek otthonában dolgoztam épp itt a kerületben, amit nem tudott megakadályozni a fideszes alpolgármester, és később ugyanitt Újbudán 2 katolikus és civil fenntartású
óvodában is önkénteskedtem egy-egy műszakot. A fideszes városvezetés, a kerület önkormányzati vezetése, tehát megpróbált engem kitiltani, pedig én úgymond áruhában, az idősek otthonában például fehér köpenyben dolgoztam szociális munkásként, és nem kampányolni mentem, mint például Simicskó István ide ezekbe a helyi óvodákba is Mikulásként. És ha valaki nem ismerte volna fel, hát az óvónőknek utasításba feladatul adták, hogy a szülőknek, így például nekem is mondják meg, hogy ki hozta az ajándékot, hát vagy pontosabban ki küldte, mert mindenhova nem ért rá személyesen elvinni a kampánycsomagot. De ez már a politikai pedofília esete, viszont most a sokkal súlyosabb a BTK által is tiltott bűncselekményeknek, illetve a felbújtásoknak szeretne véget vetni a Mi Hazánk mozgalom, például a szivárványos zászlók középületekre helyezésének és az LMBTQP felvonulásoknak a betiltásával.